Szevasztok, Marcelök, és ez itt a Túlélni apámon következő videója, a lakásos sorozatnak a harmadik része. Ez is egy rövidebb videó lesz, arról fogok beszélni, hogy lakáskeresés buktatói. Nos, rengeteg van. Az a helyzet, de próbálom rövidre fogni, és lényegre törően. Az első és legfontosabb, mindig nézzétek meg a weboldalon, vagy hogyha nincs külön a weboldalon, rá kell kérdezni, hogy mi az a belépő összeg, amivel ki tudod bérelni a lakást, mert ez nem úgy működik, mint otthon, hogy mit tudom én, egy hónap, vagy kibéred az első hónap, meg egy vagy két hónap kaució. Ez majd, hogy nem az alap. Ez úgy néz ki, hogy van az egy hónapod. Arra általában szokott jönni kaució. Aztán erre szokott jönni egy garantor, ami mondhatjuk, hogy egy második havi kaució. Oké. Majd erre szokott még jönni agency fee, ez általában van. Craigslisten nem mindig, de agency fee az majdnem, hogy mindenhol lesz. Ez is lehet egy albérletnek a havi díja, de van, ahol kicsi, van, ahol nagy, tehát én átlagolom, az is egy havi díjnak. Key money, ami szintén lehet egy havi díj, és akkor még itt van a takarítási díj, a mit tudom én, egy csomó, tehát lehet neked 8-10 féle díjad. Nos, próbálj meg olyat keresni, ami tetszik is, és a lehető legkevesebb rejtett összeg van benne, mert te kinézel valamit, ó, 50 ezer jön, azt mondod, kibérled, majd aztán közlek, amikor aláírtad már a papírt, hogy oké, 350 ezer jön lesz. Neked kinyúlik a szemed, mint a csigának, hogy mi a lónak a fasza van, és te már aláírtad a papírt, és csak utána fogják közölni, hogy igen, egyébként ott volt az oldalon, hogy key money, aláírtad a papírt, most már fizest ki, mert rád hívják a rendőröket. Úgyhogy, ja, mindenképpen nézzétek meg, próbáljatok meg, én azt mondom, hogy Craigslisten keresni olyan embert, aki magánember és külföldi, mert az nem fog ilyen szarokat kérni, maximum egy havi kauciót, talán key money, de az se, például ez a lakás, amit mi béreltünk, a tulaj tök jó fej, és egy, tehát az első havi volt, meg egy második havi, és ennyi, és ráadásul ebből lejött az, hogy a 12. havi az volt az extra, tehát 12. havit azt nem kellett nekünk kifizetni. Na ez a japánoknál ez nem így van, azt ugyanúgy fogod fizetni, ők azt elrakják a pénzt maguknak. Ilyen jó fedekedek a japán gyerekek. Úgyhogy, ja, próbáljatok meg nem Japántól bérelni, hogyha lehetséges. Nehéz lesz, de ha sikerül, akkor sokkal jobban jártok, mert például Japánban úgy van, hogy ha lejár a bérleti szerződésed, ami 1-2-3 vagy nem tudom mennyi év, azt is nézzétek meg, hogy egy évnél ne legyen hosszabb, mert ki tudja, hogy Working Holiday-ből itt maradtok-e, vagy sem. És, ja, ott, hogyha lejár az egy éved, akkor ugyanúgy fogják kérni, az összes szart nem úgy működik, hogy fizetett tovább. A legtöbb cégnél azt mondják, hogy oké, akkor most újra jön a key money, a meg a lónak a fasza, az összes minden szar. És ha nem, akkor meg költözhet ki egy napon belül. És akkor mi van? Minek? Ez azért elég buziság tőlük, hogyha most belegondoltok, hogy ott vagy a lakásban egy évig, tök jó fizet mindent, majd egyszer csak közlik, hogy haha, most fizetett megint mindent. Úgyhogy, nem ilyen, tehát a lakásokban is a japánok ilyen téren azért nagy zsiványok. Na mindegy, igazából ez a videó is ennyi volt. Hogyha tetszett vagy tanulságos, akkor tudjátok, nyomassátok a lájkot, feliratkozás az meg, most már azért tudjátok a szlogent, ha nem, írjátok le kommentbe, hogyha nem tudjátok, akkor azért segítek. Thank you.